1965-ben Gheorghiu Deș halála után Nicolae Ceaușescu lett a Román Kommunista Párt főtitkára. Az új pártvezetés az ország területi közigazgatási átszervezését kezdeményezte, remélve, hogy gazdasági és politikai reform, valamint elitcsere végrehajtásával hosszú távon megszilárdítja a hatalmát. Az 1950-es években szovjet mintára létrehozott tartományok helyett a tartományoknál kisebb, átláthatóbb és könnyebben megszervezhetőbb megyék létrehozását tűzte ki célul. Az 1968-ra tervezett területi átszervezést több hónapos előkészítő időszak és közvita előzte meg, amely során Székelyföldre vonatkozóan több elképzelés is megjelent. Elsőként egy nagy Székely megye gondolata körvonalazódott, amely Háromszék, Csík, Gyergyó és Udvarhely székeket foglalta volna magába Csíkszereda székhellyel. Marosvásárhely, amely korábban a Maros-Magyar Autonóm Tartomány központja volt, nem tartozott volna a Székely megyéhez. Csak hogy végül a nagy Székely megye létrehozását elvetették. Háromszéket önálló megyeként rajzolták fel a térképre Kovászna megnevezéssel, és alig néhány nappal a nagy nemzetgyűlési határozat elfogadása előtt Hargita megye székhelyéül Székelyudvarhelyt jelölte meg a pártvezetés. Erről értesülve 1968. február 13-án Csíkszeredában utcára vonultak az emberek. Tegnap bejelentették, hogy mégsem Csíkszereda, hanem Székelyudvarhely lesz az új megye központja. Veres elvtárs azt mondta, hogy ez a párt vezetőségének a határozata, és ez ellen appelláta nincs. Ma egész nap azon gondolkoztam, hogy miként is találnék kiutat arra az esetre, ha az átszervezéssel kiesnék a jobb fizetésű aktivisták sorából. Miért veri így a sors Csíkszeredát? S viszontlátásra, kedves kisvárosom. Jól énekli Gálárpim. Pedig sokat mulattunk, és sok bitang báránypecsenyét főztünk Fazekas elvtársnak és a többi pártvezetőnek éveken keresztül. În drumul spre Miercurea Ciuc, locuitorii au ieșit în întâmpinarea oaspeților, formând o adevărată escortă de onoare. La Dănești, localitate cunoscută în țară și peste hotare pentru ceramica neagră ce se produce aici, centrul satului a fost transformat într-o adevărată expoziție a artei populare de pe aceste meleaguri. O originală barieră din colaci secuiești. Locuitorii orașului Miercurea Ciuc au făcut oaspeților o caldă și entuziastă primire. În următorii 5 ani, a spus tovarășul Nicolae Ceaușescu, în raionul Ciuc se vor investi pentru dezvoltarea industriei și agriculturii peste 600 milioane lei. Nem román aktivisták vezényelték le a kollektivizálás itt az autonóm tartományban, hanem a magyar ellen. Tehát ugye olyan keményen, hogy annál keményebben már a románok se tudták volna. 60-tól már ugye meg is változott ez, hiszen akkor lett Maros magyar autonóm tartomány. Az már közszájon forgott, hogy ez bizony olyan magyar autonóm tartomány, ahol az autó magyar, de a sofőr román, ugyanis a fő vezető pozíciókban azokban már mind románok ültek. Tehát ugye ez ilyen Maros magyar autonóm tartomány volt. Ezt már senki nem tekintette annak. A 60-as évek közepére úgy ítélte meg a pártvezetés, hogy ezek a tartományok egyenlőtlenül fejlődtek, tehát a tartomány központokba sikerült ipari fejlesztéseket elindítani, de a perifériák lemaradtak, és az akkori gazdasági és politikai gondolkodás úgy vélte, hogy kisebb területi egységekre szerveződve fel lehet zárkóztatni az elmaradt régiókat is, és ennek a hatására született meg a megyésítés, a közigazgatási reform ötlete, amelynek az volt az alapcélja, hogy a tartománynál kisebb és sokkal jobban átlátható, fejleszthető egységeket, közigazgatási egységeket hozzanak létre, és ennek a gondolatnak a jegyében kezdődött el 67-ben a megyésítés megtervezése. Tudni kell azt, amikor arról beszélünk, hogy volt-e magyar lobby, vagy nem, vagy egyáltalán magyar projektek, hogy itt egy diktatúrában élünk, az 50-es évek vége, 60-as évek közepe, egy totalitárius diktatúra, amelyben egy pártrendszer van, egy intézményrendszer, és bármilyen lépést szeretett volna bárki, akkor ennek a rendszernek a keretén belül kellett elképzelnie. Engem kineveztek a Hargica megye megalakulásának párt és állam megbízottjaként. Nem kaptam erre írást, de ez így volt meghatározva. Meg kell mondjam, hogy nem volt tőlem idegen Csíkszereda, sem a Székelyföld. Tevékenységemet azzal kezdtem, hogy keresni azokat az alkalmas személyeket, akik pártvonalon betöltsék a legfontosabb tisztségeket, és államvonalon. Nem volt nehéz dolog, mert jól ismertem az embereket, de közben jött a háromszéki skandalum. Ahogy megjelenik a térkép az új megyével, azonnal hozzá fog Ceausescu, Pána, aki volt Brassóban az első titkár, a politikai végrehajtó bizottságnak volt a tagja, és Patelinec, hogy lecsatolják a háromszékből, tehát az úgynevezett, úgy, ahogy én elgondoltam, a nagymegyéből, Sepsiszentgyörgyöt, Barótot, az ő vadászterületét, Kovásznát, egészen Komandóig, mert Komandó volt az, ahol ő lőtte az aranyérmes medvéket, és az aranyérmes szarvasbikákat. Kovásznán megindult a felkelés. A magyarság szavazott, hogy Hargitához jöjjenek. Az a kevés románság, amelyik volt ottan, azok szavaztak, hogy Brassó. És akkor Ceausescu és Patelinec nagyon begyúltak. Én láttam, hogy mi a helyzet, és azt mondottam Ceausescunak, hogy javasolom, hogy 3 szék legyen önálló vármegye. Gondterhelten kezdődött a hét. Mióta bejelentették, hogy Kovászna megye létrehozása miatt mégsem Csíkszereda lesz a megyeszékhely, pedig hónapokig azt ígérték, a város zúg, utcán, üzemekben, autóbuszokon, vendéglőkben azt hangoztatják, hogy a csíki elvtársak eladták a megyeszékhelyet. Kis elvtárs ideges, az előbb hivatták a pártbizottsághoz. Dávidné, Székediné és még néhányan azt mondogatják, hogy egyenesen Bukarestbe mennek panaszra. Próbálom megnyugtatni őket, de közben a kollégákkal mi is egyetértünk abban, hogyha valamelyes néptanácsi munkára kellene menjünk udvarhelyre, az nem volna éppen konveniáló. Mert rangos pacákok biztos nem lehetünk az új megyénél. Szóval itt kell maradni Szeredában. Ha sokkal kevesebbért is, mert ide köt a család. Csak itt vajon lesz munka? Aggódunk, de folyton arra a következtetésre jutunk, hogy párttagok vagyunk, és egyéni érdekeink függvényeikkel maradjanak a pártügyének. Ha a pártbizottsághoz hivatnak, ott is csak ezt tudom mondani. Halló? Itt Kis a telefonnál. Jó napot, Kis elvtárs. Az elmúlt napok politikai eseményei szükségesé teszik, hogy találkozzunk itt a székházban. Rendben van. Kérem, hogy jöjjön le. Igen, indulok. Várjuk. Hallgattuk a rádiót, intenzíven hallgattuk, olvastuk a sajtót, ugye, akkor még az Előre volt, és az is írt róla, és tudtuk azt, hogy megyésítés, tudtuk, hogy akció, tudtuk az utolsó pillanatban, hogy nem Csíkszereda, hanem Udvarhely lesz a megyeközpont. És akkor ugye összedugtuk a fejünket, pártitkár, meg mások, és elhatároztuk, hogy reggel kimegyünk és megkérdezzük a pártbizottságnál, hogy ennek mi a magyarázata. Hogy mostanig Csíkszereda, most egyszerre Fazakas elvtárs közbelépett, vagy hogy van. És akkor kimentünk a pártbizottsághoz, közben amikor mi mentünk oda ki, akkor találkoztunk a ismerősökkel, ezekkel a szomszédokkal is, akik a szomszédvállalat, hova mentek, mondtuk, hogy megyünk, hogy reklamáljunk. Akkor mi is megyünk. Ebben az épületben, abban az időben a Csíkrajoni Pártbizottság létezett, tevékenykedett, és az Ifjú Munkás Szövetség, tehát a Csíkrajoni Ifjú Munkás Szövetség. Elmondhatom, hogy ez akkor a Csíkrajoni tevékenységek, gazdasági, társadalmi tevékenységek vezető szerve volt, ugye. Reggel 8 órakor behívatott az első titkár, és megkért, hogy üljek be ebbe az irodába, ez az informári irodája volt, tehát a tájékoztató iroda, és üljek be ide, és az ablakon keresztül figyeljem, hogy mi történik, és vigyázzak a telefonokra. Tehát, ha valaki valamit telefonál, én azokat írjam le, és az bizonyos időszakonként neki mondjam meg. Na most, hát ez működött 10 óráig. 9 órakor bementem, megmondtam, hogy kik hívtak telefonon, kikeresett Bukarestből, Vásárhelyről, és 10 óra után megkért, hogy többet ne foglalkozzak a dologgal, jegyezzem le, ami történik. Innen nagyszerűen lehetett látni a dolgokat, és az ablakot megnyitottam, és mindent hallottam. Cukrászdaultak ebben az épületben. Egyik kollégámmal ott voltunk, pont elfogyasztani. És látjuk, hogy a zsögöd felől az utcán egy olyan 40 fő személy zászlóval jöttek fel. Az ablakon ki lehetett jól látni, nagy ablakokon. Olyan kik azok, mik azok, miért? Hát itt az utcán látértek, itt jobbra. Mindegy temetésen meneton csendben voltak. Nem volt semmi jele annak, hogy abból mi következik. Az akkori Iremecsénél dolgoztam könyvelőségen. Jön be az eladási osztályról egy kolléganőnk, és azt mondja, hát ti nem mentek? Hát hova? Hát tüntetés van a megyésítésért. Hordják, viszik a munkásszállítóval mindenkit. Gyorsan mi is szedtük, hagytuk a munkát, összepakoltunk, és a munkásszállító kihozott a parknak, ott az utcában lerakott, és a tömeg közt ide elverbődtünk, hogy minél közelebb legyünk. Itt már akkor nagyon folyt, feltüzelt volt a hangulat, szilváztak meg minden. Éltették a kommunista pártot, a kötegvező vandalszavok, udorárén nem mink a szószívat, nem eszünk, bőnisnének hideg van, aztán kemény bőnisnének hideg van, nyomták a szeleget. Sokszor aztán, nem tudom, hogy került az mozgás, szélén szerettem állni, nem be a tömegbe. Sok azon vettem észre magad, én sokan közből vagyok a nagy tömegbe. Sodrás úgy vitt be, mint az árvíze. Aztán húzottam vissza megint a szélére. Reggel az első szünetben kezdték suttogni itt a nagyobb diákok, a 11-12-esek, hogy a kultúrháznál, akkor kultúrháznál, ott volt ugye a Rajne Pártbizottságnak az épülete, gyülekezik a tömeg és gyűlés lesz. Nagy gyűlés lesz azért, hogy tüntessenek amellett, hogy a megyeszékhely az itt legyen és nem udvarhelyen. Ugye minden osztályból beszéltük, hogy hát akkor ha már van ez a gyűlés, hát nekünk is ott lenne a helyünk és nekünk is kellene tüntetni. És a nagy meglepetés ugye az volt, hogy akartunk indulni, és minden ajtó, kapu zárva, nem tudtunk elmenni. 2 órakor pedig, amikor befejeződött a tanítás, akkor mindenki elindult haza, én is elindultam haza. Jó hideg volt, kemény, és mikor közeledtem a lakhelyemhez, amin ott laktam az akkori Lenn utcába, pont szembe a Pártbizottság épületével, hát nem tudom, megközelíteni egyáltalán a tömgházat, olyan óriás a tömeg. A fehér népek elől voltak azok, úgy dobták vissza az elvtársakat, akár menjenek vissza maguk, mert maguk oda tartoznak. De a férfiak a lehető legfegyelmezettebbek voltak. A sötétedés felé elterjedt a híre annak, hogy jönnek a balánmányai bányászok, inkorpore, tehát mind jönnek be. Hát erre nagyon megijedtek többen, hogy na tényleg, na itt most már mese nincs. Egy darabig néztem, hogy itt gyűlnek, és aztán volt nekem egy német gyártmányú Verra típusú fényképezőgépen. Azt beletettem egy táskába, hogy ne lássák itt, hogy nehogy a szekú elfogjon. És szépen átjöttünk ide a kultúrházba, és hát én ismertem itt a járást, jó? És felmentem, és megkerestem ezt az ablakot, ahonnan ezt az egész teret itt lehetett látni. ideges voltam egy kicsit, csak ezt a gépet nem tudtam pontosan beállítani a távolságot, és ezért nem volt elég éles a kép, amit utólag úgy gondoltam, hogy jobb is, hogyha nem elég éles, nem ismernek meg rajta esetleg olyanokat, akiket egy nyakon csíptek volna. Hazatértem, és akkor támadt az ötletem, hogy elővettem a fényképezőgépet az írasztalból, filmet tettem belé, kimentem a teraszra, és készítettem 2 felvételt. Utólag bánom, hogy nem többet, de akkor nem gondoltam, hogy valaha ennek valamilyen jelentősége lenne. Ahol az az ajtó van, ott volt az iroda, a Városi Pártbizottságnak az irodája. Ott volt, és én ott dolgoztam megyésítésig, 68. februárjáig. Jött a hír, hogy Szereda nem hagy. Sánta Gábor bácsi, az én volt városi párttitkárom Vedő Gyula, merre mondani a nevüket, azt mondják egy délután, hogy te, tudjátok mit? Menjünk be Szeredába, kémkedjük ki, hogy mi a helyzet ott. Elmentünk, beolvadtunk a szeredők közé, udvarra erre nem megyünk, azt a szíván nem ezt. Mondtuk mi is. Az emberek azt kiabálták, hogy éljen a párt első határozata. Dolgozunk és harcolunk, mi jégpályát akarunk. Például ez volt a diákoknak az egyik szólama, és az emberek ezeket megtapsolták. Tehát nem volt olyan, hogy nem téptek zászlót, nem tettek megjegyzéseket pártvezetésre, személyi kultuszra vagy személyre vonatkozóan, hanem egyszerűen csak azt szorgalmazták, hogy a megyeszéke az itt legyen. Az elején nem volt félelem, mert ahogy az szokott lenni, ugye belelendülünk és nem is számolunk azzal, hogy annak lehetnek más következményei is. A félelem akkor jelentkezett, amikor információk jöttek a Dalcsiki részről, hogy bizonyos katonai egységek vannak Zsegödnél, hogy mennyien, azt nem tudom, és nem igen tudjuk, mert az az eléggé zárolt volt, de mindenképpen volt felkészülés arra, hogy ha valamilyen atrocitás történik, abban az esetben, hogy ők közben lépjenek. És mikor csikva érek, látom a piactérsat egész tömeggel teli van. Ostromolják a pártikházat, nem ajtuk lezárva, kívülről tömeg verik, be akarnak menni. Hát engem ismertek, semmi szó nélkül beengedtek, és kitalálok ott Páti Lőrincet, Gere Mihályt, Branicsot persze, és hangosítón keresztül próbáltak a tömeggel értekedni. A tömeg meg fütyült, kiabált, ordibált, zakatolt. Annyira ment, hogy egyiket se hallgatta meg a tömeg, se Páti, se Gere Mihály. Gere Mihály nem is beszélt korrektül magyarul, ugye eltársak, de ugye a Székelynek az eltárs az egy dolog, nem az ő becsületes ember maga nemiben. Ott láttam Pátinét kétszer is beszélt, vagy többször is Ceaușescu. Azt is mondta, hogy már katonaságot leküdték, és a Csíkszerezet körülvette a katonaság. Tehát ott egy olyan dolog, hogy ugye megtorolják hadsereggel a lázadókat. De aztán végül is a józan győzött. Kint volt a tömeg, és ugye olyan kiabálták, hogy kiket tehát választanak ide az embereket, akik ide bejönnek a gyűlésterembe. És akkor elközött voltam én is, mert ugye hallottam a nevemet. Miután kiválasztottak azok a személyek, akiket reprezentánsként javasolt a tömeg, akkor bejöttek ide a terembe, és akkor mi is bejöttünk az épületbe. Az emeleten, az első emeleten volt a mi irodánk, és abból az irodából lejöttem, és itt ezen a téren hallgatoztam, hogy kit fognak választani. Pontosan itt, ahol most ülök, körülbelül itt voltam, itt kaptam helyet, zsúfoltságig tele volt ez a kis terem. Megkérték, hogy mindenki mondja el az ő problémáját, hogy miért. Többek között én is, mint beruházási bankos tisztviselő, elmondtam, hogy háromféle investíció volt abban az időszakban, helyi, néptanács és központi, hogy Szeredának nem adnak, szóval Csík rajonnak, vagy mondjam így, a Csík rajonnak nem adnak semmilyen különös investíciót. És akkor én is többek között felszólaltam, felálltam, és mondtam, hogy egyetértek azzal, hogy tényleg Udvarhely azért előbbre volt, és kulturális szempontból előbbre van, mint Szereda, de mégis ugye itt vasút, minden van, és azért harcolunk, hogy itt legyen a központ, tehát itt legyen a megye központja. Na és akkor meghallgattak, mindenki elmondta az ő beszédét, a óhaját, és akkor az volt a megállapítás, hogy választanak egy bizottságot, akik bemennek majd Bukarestbe, Ceausescuhoz. Arról döntöttek, hogy el kell menni Bukarestbe, hogy kérni kell a legfelsőbb szervtől, személyesen Ceausescutól a döntést. Tehát nem funkcionárisokat kerestek, nem pártmunkásokat kerestek, nem ifjúsági szervezetből származókat kerestek, a vállalatokból sem, hanem olyan személyeket, és ez nagyon tetsző volt számomra, és nem csak az én számomra, hanem mindenki számára, hogy hiteles embereket választottak. András János tisztviselő, Antal Pál műszaki ellenőr, Bálint József agrártitkár, Bot József személyzeti vezető, Csató István kőműves, Fülöp László mérnök, Füstös Mária üzletvezető, Györgybíró Sándor szabó, János Pál igazgató, Jánosi József mester, Kedves Sándor titkár, Kovács András igazgató, Montiano Ovidiu főmérnök, Nagy Károly mester, Offner Hans Otto igazgató, Orbán István titkár, Pataki Imre közgazdász, Szabó Imre sofőr, Székely Antal minőségellenőr. Az egész napunk a pártbizottságnál telt. Egyre másra gyűléseztünk, mikor a kultúrházban, mikor itt a pártszékházban. Az emberek azt akarják, hogy személyesen Ceausescu elvtársal tárgyaljunk, és engem is beválasztottak a küldöttségbe. Hazajártam, rendbe tettem magam. Éjfél körül busszal visznek Bukarestbe. De mit is mondjunk ott? Elmondjuk, hogy nem vagyunk mi holmi füttyösök, mert szeretettel és örömmel fogadtuk a tervezetet, és az utolsó pillanatban, mint derült égből villámcsapás, ért a változtatás. Ha rám kerül sor, el fogom mondani, hogy az emberek aggódnak amiatt, hogyha egyes intézményeket megszüntetnek, a tisztviselőket nem fogják áthelyezni. Minket pedig azzal vádoltak, hogy eladtuk magunkat, hogy gyávák vagyunk. Azt is fogom hangsúlyozni, hogy a párt hozzáértése mindig bizonyította, hogy a problémákat az emberek javára tudjuk megoldani. Persze, ha lesz alkalmam arra, hogy megszólaljak. Mert ki tudja. Senki se félt, senki. Mindenki el volt határozva, mindenki ezt követelte, senki az égvilágán nem félt. Elhatároztuk magunkat, és mentünk. Hát ugye székelyek vagyunk végeredményben, székely emberek vagyunk. Ha féltünk volna, mentünk volna. De már féltünk. Nem volt, amitől félni. Én legalábbis, azt nem tudom, a többiek féltek. És amikor beérkeztünk, akkor mondták, hogy Ceausescu-nak plenáris ülése volt, és minket bevittek egy olyan alul valahol, egy alagsorban volt egy nagy terem megterítve, asztallal, tele mindennel, étellel, mindennel. Hát ugye vártak, hogy biztos éhesek vagyunk, hogy együnk. Nos, akkor aztán mondták, hogy mikor végez Ceausescu, akkor feljön hozzánk a terembe. Na de... mi ott, mikor jól laktunk, még szegény Hofnernak nyugodjon egy almát nyomtam, az már minden volt, alma, körte, szőlő, minden volt. Én a kocsinyának fogtam neki, mert én azt szeretem nagyon, és akkor, mikor befejeztük ott, akkor felvittek. A katonák ott minden ajtónál álltak, vigyázba, mi nagyon büszkék voltunk, hogy nekünk vigyázba állnak, ugyebár, és csikiaknak, és akkor bementünk egy terembe, és nem sokára érkezett Ceausescu. És ott ki volt terítve egy nagy térkép. Beemeltünk. Azt kérdezte Fazekas János, mit csináltatok? Mit lázongtok? Na, semmit nem akarunk, csak ott legyen a megyeszékely Csíkszeredában, ennyi az egész. Na, jó van, ügyesen leszerepeltetek, és kész. Mi vagytok udvarháj ellen? Hát mondtuk, nem vagyunk mi udvarháj ellen, hanem ez az igazság, hogy itt volt örökké Csíkszeredában a székhely. Most is itt akarjuk, hogy legyen. Kész. Ennyi volt az egész. Hogy ki mit mondott, arra már nem emlékszem, de hogy beszéltek többen, Hofner is beszélt, János Pali is beszélt, Muntiano is beszélt, tehát ezek beszéltek. És jobban tudtak románul, mint én. Na de én is aztán hozzászóltam, hogy nekünk nincs senkink. És akkor azt mondta erre Ceausescu, hogy nem baj, ő lesz a csikiaknak a képviselője, támogatója. Na és akkor, mikor mértünk kifele, akkor hát ott még volt szó erről, arról, ott a térképen ott húzogattak, nem tudom mi, és amikor jöttünk kifele, akkor Ceausescu rátette a vállamra a kezét, és azt mondta, én mondtam, hogy nincs a nőknek se semmi, hogy nem tudnak dolgozni, és azt mondta, hogy na, nyugodjak meg, mert ő megígéri, hogy lesz a Szeredáb, tehát síkiaknak, a nőknek, hogy hívják, ahol dolgozzanak. Na és akkor aztán mondták, hogy jövünk haza, és itthon, mikor hazaérkezünk, akkor megtudjuk a választ. Tehát Ceausescu megközlölni fogja, hogy döntöttek. Ki volt hirdetve, ahogy a megyésítéssel kapcsolatosan most végleges döntés születik. Duktig volt ez a színházterem, a színpadon a függöny le volt ereszve, Fazekas János bácsi, mert nekem koránál fogva is még bácsinak szólítottam, ő a színpad bal oldalán, innen a nézőtérről nézve, bal oldalán ott állt, és kicsi idő közönként kiment, ott hátul volt egy telefon, és egy adott pillanatban azt mondja, miután kiment, telefon csöngött, kiment, szóval hívták, viszont és azt mondja, hogy döntés született. És akkor úgy van, csend lett a terembe, és a döntés azt mondja, hogy Csíkszereda lesz a megyeszékhely. Erre morgolódás, zúgolódás, nagy kiabálás nem volt, mert hát felmordult a terem, és azt mondja, de van egy jó hírem. Azt mondja, Udvarhely municipium lesz. Utána azt mondja, hogy magyarul úgy lehetne mondani, hogy Szabadkirályi város. Aztán az emberek tudomásul vették, amúgy is olyan volt a szellem is, hogy nem nagyon lehetett ugrándozni. Még a Bolha is meggondolta, hogy ugrik egyik erről a másikra. Azon a gyűlésen Farkas János előterjesztette a hegyi beszédit. Ezt alá kellett támasztani, ezt a hegyi beszédet. Jönnek a tettesek, akik funkciót kaptak Csíkszeredába, és itt újra ismételte, a zsebükből jönnek ki a papírok, és mentek fel, és mondták, hogy milyen helyes, hogy milyen tetszenek tudni a szójárást akkor, hogy milyen lehetett. Hízelektek. Mindjárt megkezdték a szálloda építését, az most is megvan, mégiscsak egy reprezentatív, szép épület. Azon kívül pedig itt is megjelentek az üzemek. Az volt a szerencse, hogy az Udvarhely környéki, tehát a volt Udvarhely rajoni sok kicsi faluban elég nagy volt a nép fölösleg. És ez ugye, autóbuszjáratokkal mindennek könnyedén meg tudták oldani, nem kellett ide idegen munkaerőt behozni. És ez egy óriási dolog volt, mert Udvarhely is épült, mert épültek ugye az új tömbházak, minden, hát az embereket el kellett helyezni, üzletek, minden, szóval mindenki érezte, hogy azért valami előrelépés van. Nem is volt semmi hátrányunk abból, hogy mi nem lettünk megyeszékely. Jelenleg a Székelyudvarhelyi Parkban vagyunk, és itt egy követ láthattunk, ami ez egy későbbi készítmény, amit azzal a céllal is tettek ide a parkba, hogy érzékeltessék a 1968-tól kiéreződő Csíkszereda Székelyudvarhely közötti konfliktust, ami ugye azt akarja, hogy itt tess jobb, mint Csíkba. Rendszerváltozásig ez a két település között ez a feszültség megvolt, és talán megvan még mai napig is, hiszen a két település között az erőforrásokért, a gazdasági, társadalmi, kulturális célokért mai napig is folyik úgymond a harc, és nagyon sokan akár megkérdőjelezik ennek az egész megyésítésnek a létjogosultságát. Amikor eldőlt ez a meccs, ez a parti a megyeszékhelyjel 68. februárban, itt egy egészen új helyzet állt elő, megpesdült az élet. Jöttek a kinevezett új tisztségviselők, Vásárhelyről főleg, Bukarestből, egyebünnen 68-ba, és megkezdődött egy nagyméretű iparosítás, építés, tömbházépítés, nagy mértékben, nagy léptékben. Megpendült az élet. Hát ez volt az a bizonyos relatív enyhülése Ceausescu-nak, ugye, aki 65 márciusában került hatalomra, és egy enyhülés volt, amivel ő népszerűséget akart szerezni, és meg is tudta szerezni. Különösen 68. augusztusában, amikor bevonultak a szovjetek Csehszlovákiába, és Románia kimaradt a csatlósok közül, ez óriási népszerűséget hozott neki, román, de is nem csak körökben, nyugaton elsősorban, ez majd nyugaton. Ő volt a rebellis. 68 egyébként egy nagyon fontos év a 20. század történetében. És ebbe illeszkedik már februárban a csíki kicsi forradalmunk. Azt mondja, összesen épült 3980 lakrész, azon kívül épültek a laginlakok, tehát a munkáslakások. Az is körülbelül 1200 körül, szintén a Tudor-negyedben. Én, mikor a városhoz kerültem, akkor 17400 lakósa volt Szeredának. 1979 Októberiben 40 000 lakosra, hogy Csiszterudán kellett a munkaerő, meg kellett hozni be munkaerőt Moldovából, a Marosvidékiről, főleg innen Nyárádvidékiről jöttek sokan be. Úgyhogy kezdtünk fel hígulni. Ez az a politika volt. Nem az, hogy föltétlenül gyár kell, föltétlenül lakás kell, hanem az, hogy be kell telepíteni kicsit ezt az ország részt más, illetve nem más nemzet, hanem rovánokkal. Ez a tiszta beszél. Egymás mellé ülünk. A fiatalok. Igen, régi idők, új idők. Kálák bátyám, mekkortól meddig volt a polgármester? Akkor volt Albert Eddikétől, 1969. október 23. Tehát ez szinte 11 esztendő. 11 esztendő. A lebontást Tudormednek az építkezését itt kezdtük. A Dózsa 7 számot, az akkor Dózsa. Itt volt Nagy Benedeknek a szülői háza valahol. Itt volt a Bányavállatnak egy épületje, hátul voltak a műhelyek, itt felfelé nem volt semmi. És hogy volt ez az iparosítás? Arról is akkor egy pár gondolattal emlékezzünk meg, hiszen a 70-es években komoly iparosítás volt itt. Az egyik cél az volt, hogy iparosítani kell, mert legyen az embernek, ahol állam alkalmazni. És itt lett a készruhagyár, a kötött árugyár. Készruhagyárnak a bővítése, a kötött árugyár. Itt volt a Csehország halátohatásokat, és 3 alkalommal is. Vechi centru al ținuturilor secuiești, reședința județului Harghita prezintă imaginea unei ascendente dezvoltări urbanistice și economice. Ca și în alte localități, cum sunt Gheorghienii sau minele de la Bălan și Luieta, an de an se investesc sume importante pentru înflorirea acestui tânăr oraș. Un exemplu grăitor în acest sens îl oferă platforma industriei ușoare din Miercurea Ciuc. Cea mai nouă dintre întreprinderile orașului, fabrica de tricotaje, intrat în circuitul economic în prima zi a acestui an, este o construcție industrială modernă realizată în întregime după un proiect românesc inedit. Fabrica produce în prima etapă 1 milion de tricotaje pe an, urmând ca în etapa finală capacitatea ei să sporească cu încă 1,5 milion de tricotaje. Luându-și rămas bun de la lucrătorii industriei ușoare, tovarășul Nicolae Ceaușescu vizitează alt șantier al orașului, patinoarul artificial acoperit și viitorul hotel cu 10 nivele, care vor forma împreună o nouă bază sportivă aptă să găzduiască mari competiții internaționale. Aceste construcții corespund unei vechi și frumoase tradiții sportive a orașului de la poalele Harghitei, vestit de peste 4 decenii ca primul centru hocheistic al țării și pepinieră de jucători valoroși. Ambele construcții vor fi inaugurate spre sfârșitul acestui an. Igen, a Csík környéki, csíkszéki, csíkrajoni, hogy nevezzük mind a két néven, elit, ha itt most a Korcsolya pályán egy hoki hasonlattal élnénk, akkor bekorcsolyázott a pályára, és azt is mondhatnánk, hogy egy vesztes meccset nyerésre hozott, tehát gólt is ütött a pályán. Az, hogy elmentek Bukarestbe, az, hogy kicsikarták a bukaresti pártvezetéstől, hogy a személyes találkozás lehetőségét, az mindenképpen egy komoly gólütési tényként könyvelhető el. Én azt mondom, hogy Csíkszeredának ez fontos volt egyrészt, hogy megkapaszkodott, tehát azt nyíltan el kell mondani, hogy Udvarhely egy polgárosultabb város volt, iskolaközpontnak számított már a korábbi időszakokhoz viszonyítva is, és Csíkszereda kapott egy olyan löketet, amit később a rendszerváltás után is sikeresen használt ki, különböző infrastrukturális beruházásokat illetően. Tehát én azt kell mondjam, hogy ilyen, tehát gazdasági szempontból mindenképpen, és kulturális szempontból is profitált. Ilyen dolgot én még nem láttam. Hát így tönkretenni egy épületet. És milyen gyönyörű volt. Hát olyan volt, mint egy labirintus. El lehetett volna veszni benne. Olyan volt. Csak ugye tudtuk, hogy mi hol van. Hát én sok szép napot töltöttem itt, sok éveket, szerettem az embereket is, úgyhogy nem tudom. Nagyon sajnálom. Szomorú ez nagyon nekem, hogy mit harcoltak ezért a gyári. Kár volt az egész harc, kár. Annyi, hogy sok ember kapott, és elég jól kerestek. Azt hiszem, hogy sok munkás, ha látná ezt, a munkások, ha látnák, hogy mi lett ebből a gyárból, és mit harcoltunk érte, hogy legyen.